A bbt n és az ELT-n eltöltött diákévek után 97-től a tudomány Tudományegyetem oktatója, 2005-től egyetemi docens. 2008 és 12 között a matematika és az informatika kardékán helyettese, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet tudományos tanácsának elnöke, 12 márciusától pedig az egyetem rektor helyettese, a magyar tagozat vezetője. Kutatási területei, determinisztikus és véletlen fraktálok, stohasztikus folyamatok, frakcionális brown mozgás, homogenizáció, fraktálokon, sztohasztikus analízis. Nem ezekről fogom kérdezni, ugyanis a leghalványabb affinitásom sincs ezekhez, az, de örülök, hogy ki tudtam legalább ejteni ezeket, és akkor köszöntöm is itt a stúdióban dr. Sós Anna is Isten hozta nálunk még egyszer. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A, hogy mi is az apropója annak, hogy itt beszélgetünk, hát mandátum a végén van, ahogy mondanák, mondani szokás leteszi a lantot, nem teljesen, ugye legalábbis a rektorhelyettesi ö, ö, posztjáról. Ugye a vezetőséget választ Románia legnagyobb, legjobb egyeteme, mondjuk, legjobb egyetem mondjuk így, és Európában az egyik leg, legnagyobb és legkomplexebb is, hogyha visszatekintünk a múlt évi adásunkra, amikor a, hát a két ö, régi új rektor köszönt be, illetve elmondták, hogy mi is az ő projektjük, akkor ez is elhangzott. Most pedig itt az új évben stílszerűen a, a, hát a lantot letevővel kezdjük akkor az új évet. Uh, hogyan értékeli? Lássuk, kezdjük talán azzal. Hogyan, hogyan, uh, hogyan értékeli ezt a mandátumot az elmúlt 12 évet? ma 12-t tekintjük, akkor pont 12 év telt el telt talán. Így van, tehát a mióta rektorhelyettesi funkciót töltök be, az gyakorlatilag 2012 óta, ez azt jelenti, hogy három megmérettetésen estem át, hisz négy évente történt a választás, és akkor most következik egy olyan mandátum, ami innen kezdve már öt évet fog tartani, és ahol már nem fogok pályázni. Mi a a ennek? Hát, ugye az ember életében vannak bizonyos biológiai folyamatok, amelyek megakadályozzák ebben az embert, hisz már nincsen nyugdíjaskorig annyi év, amit eltölthetnék rektorhelyettesként. Viszont azt hiszem, hogy a szolgálatomat, megtettem, 12 évig úgy érzem, hogy a magyar tagozatot szolgáltam elsősorban, hisz a magyar tagozat rektorhelyetteseként voltam jelen az egyetem vezetésében, de ugyanakkor oktatási rektorhelyettes is voltam mind a 12 évben, ez azt jelenti, hogy az egész egyetem oktatásáért feleltem, és remélem, hogy itt is sikerült olyanokat megvalósítani, amely megmarad, és eredményesnek tekinthető a továbbiakban is. Akkor, amikor, amikor átvette ezt, ezt a, feladatot, a rektorhelyettesi feladatkört, azt hiszem, hogy akkor is, hát nem is velem, de valamelyik kollégámmal talán beszélgetett itt az erdélyi figyelőben, ez 12-ben volt, ugye 12 év, vagy mondottuk már az előbb, és most így a végén a mandátumnak, a három mandátumnak a végén ismét itt ülünk. Hogyan látja az akkori egyetemet, és hogyan látja, mi változott 12 év alatt, mert 12 év alatt közben a világban szinte minden gyökeresen. Igen, egyetemünk életében is nagyon-nagyon sok minden történt, és hát kezdeném azzal a kerettel, amit mondhatnék keretnek a magyar tagozat szempontjából, hogy amikor átvettem a mandátumot, akkor volt 150 év, 140 éve annak, hogy megalakult a hát a gyakorlatilag az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás. Tehát 1872-ről beszélünk, és akkor sikerült megszervezni a 140 éves évfordulót. És gyakorlatilag a mandátumon végére várt rám, hát mondjuk itt egy évvel előbb, az a feladat is, hogy megszervezzem a 150 éves évfordulót, Nyilván ez már egy jóval tekintélyesebb, hisz a magyar tagozat ezek alatt, az évek alatt ténylegesen tagozattá alakult, és úgy érezzük, hogy megerősödött, és minden mellett a 150 éves évfordulóra azt is elmondhatjuk, hogy nem csak a magyar tagozat szellemében, de az egész egyetem szimbolikájában is megerősödött a magyar tagozat szerepe, hisz már az egyetem jelvénye is hivatalosan négy jelvűvé vált, és hát a Claudio névre hallgat, tehát a szimbolika is ebben az irányban mozdult el. Tehát nem egy aranyalapok nélküli felfújt intézményről beszélünk itt, egyébként ha vannak olyan intézmények is, biztos világszerte és mindenhol, hanem tényleg zajlik kutatómunka, ott vannak a, a különböző olyan, olyan ranglistákon, amelyek számítanak a világban, amint, amint kezdtem is, ugye, hát Romániában a legjobb egyetemként van számon tartva. Mi kell ahhoz, mert hogy rektorhelyettesként beleláthatott ebbe a munkába, mi kell ahhoz, hogy, hogy hát egy egyetem prosperáljon, hogy egy egyetemen olyan munka folyjon, mert hogy gondolom ez nem, valószínű, ha megkérdezném másoktól, vagy, vagy cégvezetőktől, hogy mi kell ahhoz, hát pénz, pénz kell, odaadás is kell nyilván, mi kellett az egyetemen összeátszón ahhoz, hogy, hogy itt álljanak most, ahol állhatnak? Hát igazából elsősorban az egész egyetemre érvényes az, hogy nagyon lelkes kutatócsapat, aki a kutatásban olyan minőséget tud teljesíteni, amely világszinten mérhető, és jó helyezést eredménye az egyetemnek. Emellett oktatóegyetem is vagyunk, ahol az oktatás minősége is nagyon számít. Tehát ezek a nemzetközi rangsorok, amelyek ilyen jó helyekre e, tesznek minket, ezek mérik a kutatást, az oktatást, a diák elégedettséget, a nemzetközi esítést, tehát nagyon-nagyon sok szempont, és kell egy olyan lelkes csapat, aki ezt a e, vezet, ennek az egyetemnek a vezetését elvállalja, és kell nagyon sok lelkes kollega, aki a minden a kutató és oktató munkát elvégzi. Természetesen nagyon sok pénzre is szükség van, és az a lelkesedés, ahogyan a pénz megszerzésére, mondjuk ezt most ilyen csúnya szóval fogalmazta, hogy megszerzésére, tehát pályázási rendszerben való részvételre és nyertes pályázatok megvalósítására vállalkozó csapat, és az a jó, hogy egyetemünkön beleértve a magyar tagozatot is, amely ugye az egyetemnek kutatás, oktatás szempontjából és ilyen 20%-át képviseli, ilyen csapatot ismerek. Mi volt a terve ezelőtt 12 évvel, vagy hogyan fogalmazta akkor meg, hogy mit szeretne elérni, mit, mit szeretne változtatni esetleg, vagy mit szeretne tovább vinni, ápolni, esetleg kiteljesíteni, és hogy látja, hogyan sikerült ez, ezt, ezt megvalósítani? Nyilván, hogy 2012-ben, mikor elvállaltam a pályázatot, akkor egyáltalán az, hogy pályázok, akkor volt ennek némi objektív, hát indoka is, indoka is és ez pedig az volt, hogy a 90-es évekig nagyon kevés magyar oktató maradt a rendszerben innen kezdve kevesen kerültünk vissza, hisz minket kihelyeztek annak idején a középiskolába, kevesen kerültünk vissza. És az én nemzedékem az, amely nagyon kis létszámú volt az egyetemen, és ezért még a fiatalok, akkor már ugye 2012 volt, voltak fiatalok, csak még nem rendelkeztek annyi, hát mondjuk úgy címmel és ranggal, tehát mondjuk az egyetemi ranglétrán, illetve annyi tapasztalattal, hogy bevállalják ezt. Tehát volt ennek egy ilyen indítéka is. És a célom az volt, hogy ha ezt a célt tudom szolgálni, hogy a magyar tagozat megerősödjön, egyrészt, másrészt oktatási rektor helyettesként hisz, ugye ez most már tradíció egyetemünkön, hogy a magyar tagozat vezetője az oktatási rektor helyettes is, azokat a gondokat, amelyek fölmerültek, próbáljuk kiküszöbölni. Például, és hogyha a magyar tagozatot tekintjük, akkor sikerült, a, ugye akkor alakultak az intézetek, ezeket a magyar intézeteket sikerült létrehozni, és a 12 év folyamán jöttek újak is létre, akár az utolsó mandátumban is, és emellett megszervezni a, azokat a rendezvényeket, ugye az előbb említett kettő az csak a keretrendszer volt, de az éves rendszerességgel megszervezett események, amelyek most már ugye ekkora távlatban már hagyományá váltak, Ilyen mondjuk de a, el kellett kezdeni az, ezt. így van, az évnyitó, a mester ballagás, a az évzárók, ezen kívül a Tudományos Diákköri Konferencia, amelyet ugye a diák ugyan, de évente közösen megszerveztünk, emellett a karácsonyi előadások, ezek olyan keretet adtak, amelyek most már a hagyomány részévé váltak. Hogyha az oktatási tárcát nézném, abban az esetben pedig a rendszernek a digitalizálása, ugye most így fogalmaznánk, amely lehető Teszi a pontos e, megvalósítását, ugye annak, hogy minden e, tanrendtől elkezdve a jegybeírásokig hát minden egy olyan rendszerben működjön, amit a diákok is és kollégák is e, értékelnek, úgy látom legalábbis, hogy értékelik, és itt, ami nagyon fontos az, hogy azért a környezetet is kiméljük, hisz sok-sok fát megmentünk ezzel. Hát 2007-ben talán, amikor beiratkoztam már több egyére egyetemre, vagy a legelső alkalom a 2004-ben még minden papíralapú volt, aztán néhány évvel ezelőtt, két-három év, két évvel ezelőtt biza, bizony meg kellett, hát meg kellett tanuljam a teams meg a különböző platformokat használni, mert hogy azóta sokkal digitálisabbá vált a világ és a vábészbojány keretében is. Kilenc rektor helyettes van, ebből egy német, kettő magyar, illetve hogy a többi, többi román rektor Mi a rektor a munkája, a feladata? Hogyan oszlik ez meg egyébként a rektorhelyettesek között, ki mivel foglalkozik? Igazából a rektor feladata leosztani azokat a munkákat, amelyeket egy egyetem vezetésében el kell látni. Tehát igazából mindenért a rektor a felelős, hisz az egyetem egyetlen hivatalos képviselője a rektor. Leosztja a feladatokat különböző hát, portfóliókba. A magyar tagozat, aki a magyar tagozat vezetője, ez ugye az a személy, aki a magyar közösség legnagyobb arányban hát, támogatta, az, aki a, a legnagyobb arányban támogatott a magyar közösség, tehát tanárok és diákok, és emellett társul az oktatási portfólió. Ezen kívül mindenki másnak a rektor adja a feladatokat, mármint úgy, hogy ő osztja le. Tehát van nemzetközi rektorhelyettes, van a gazdasági, van a diákokért felelős, van aki az adminisztrációért felel. Ugye vannak kihelyezett tagozataink, azokért is rektorhelyettesi szintű felelős van. És nyilván emellett még van a gazdasági igazgató, és akkor ezt képezi a rektori. Csapatot, illetve a doktori programok vezetője. Dr. Markó Bálint és Dr. Szász Levente professzor, ők veszik át, vagy legalábbis ők tették le a pályázatukat, és holnap lesz a szavazás. Erről a szavazásról meséljen nekünk, hogyan zajlik le. Egyébként mindig, mindig imádtam ezeket a ceremóniákat, meg amik az életem keretében vannak ezek a hivatalosabb dolgok? Igazából a ceremónia már a tegnap elkezdődött, hisz ekkor a tegnapi nap folyamán az minden intézet, nem csak a magyar, a magyar intézetek és a többiek is megválasztották az intézetvezetőt, az intézeti tanácsot, a kari tanácsnak a tagjait. Holnap történik a szenátorok megválasztása, hisz minden karnak a magyar tagozat képviselőinek is megvannak a szenátor jelöltjei, akiket holnap választ a közösség, illetve a magyar tagozat jelöltjeit is holnap fogja megnevezni a közösség. Ez a közösség jelen esetben 300 állandó munkaszerződéssel rendelkező kollégát jelent, és ehhez viszonyítva 100 diákot, tehát mindig úgy határozzuk meg, hogy egy negyede legyen a szavazóknak a diákok, ez diák képviselőket jelent a különböző karokról, ez hát hatalmas aparátus jelent egyébként. De ennek megfelelően nagyon nagy a a, a, a támogatottsága is a magyar tagozat képviselőinek, hiszen a közösségből 400 ember járul hozzá ahhoz, hogy valaki oda kerüljön. Hol tartják egyébként? Ez az Aula Magnában szokott lenni? Vagy Nem. Most bocsánat, hogy ilyen nagyon triviális képviselőkkel is. Van a klub, ahol ugye megvannak a. és reggel 9-től délután 5 lehet szavazni, és akkor ott egyszer meg kell jelölni azt a két rektor helyettest, aki a magyar tagozat Részéről kerül be a csapatba, és meg kell jelölni egy külön lapon azt, hogy kit tartana a magyar tagozat vezetőjének, és akkor ennek függvényében nyújtjuk be a rektornak. Ugye a rektorválasztása csak február 8-án lesz, de akkor nyújtjuk be a javaslatunkat. És talán csak ugyancsak a, a rektor úr jelentkezetei, jelentkezőként. Így van. A rektori pályázaton egyetlen egy jelölt van, Daniel David professzor úr, ő nyújtotta be a pályázatát, most ez ugye neki a második mandátumot jelenteni. Hogyan látja a, a reál szakok helyzetét, a matematika szaknak a helyzetét? De az előbb még megfogalmazott, hogy hát gyökeresen megváltozott a világ, amióta ön egyetemen tanít, és amióta a rektorhelyettes is lett, elég sok minden megváltozott. Talán ugyanitt az Erdély Figyelő Stúdióban beszélgettem valakivel erről, hogy nagyon sok diák, aki, aki reálképességű, már nem választja a matematikát, hanem inkább informatika szakot talán. Hogyan látja most a helyzetét a matematika szaknak, vagy miért esett vissza így az jója, vagy hogyan értékeli ezt? Azt hiszem, hogy nem elsősorban a matematikának, hanem a reál szakok iránti érdeklődés csökkent, és ennek egy nagyon mély gyökere van, hisz a középiskolában nagyon sok olyan humán osztály vagy társadalomtudományi osztály van, ahol nagyon kevés reál tárgyal találkozik a diát. Lehet, hogy neki lenne képessége, de a kedves tülők féltek annak idején a gyereket egy reálba adni, meg akarták menteni a matematikától. Én ez, nekem ez a az elképzelésem, beadták egy humánosztályba, és a humánosztály viszont annyira, lehet, hogy nagyon jó képesség, és nagyon jó lenne matematikából, de nincsenek meg azok az ismeretei, hogy ő érettségi után elmenjen egy reál szakra. És nagyon fontosnak látjuk azt, hogy egyetem szintjén támogassuk azokat, akik reál szakot választanak. Ugye ez lehet fizika, kémia, biológia, vagy hát matematika, informatikát, meg nyilván minden olyan szak, ahol benne van a digitális, vagy az informatika, az nagyon népszerű, de ott is ugye elsősorban reált végzettek mernek vállalkozni. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, és itt van egy tegnapi hír, ami nagyon pozitív. Nagyon régóta hát mondjuk egy személyben is, és egyetem szintjén is, a minisztérium fele nagyon sokszor fölterjesztettük, hogy jó lenne dupla szakot szervezni ahhoz, dupla szak, elsősorban a reáliák szempontjából, mondjuk, hogy fizika, kémia szakos tanár lehessen valaki, mert jelenleg ugye mindenki csak egy szakos volt, a hát akkor képzés végül is az hát Nem a duális képzés az egészen más. egészen más. Egészen más. ez a duplaszak. És végre a tegnap jelent meg az a jegyzék, amely tartalmazza a tervezett duplaszakokat. És ez azt jelenti, hogy akkor valószínű, hogy ősztől nagyon sok duplaszakot tudunk indítani. Ez azt jelenti, hogy megfelelő számú olyan tanár lesz, aki most már bevállalhatja, mondjuk egy kisebb iskolában, vagy egy falusi iskolában meg, meg kijön egy norma, és akkor olyan nevelésben rende, hát részesülnek majd a diákok, hogy többen választják majd a reálszakokat, és ez a társadalom szempontjából nagyon-nagyon fontos. A társadalom szempontjából, ugye ide hadd idézem, önt azt mondta, hogy hasznosabb lenne a fiataloknak, a társadalomnak is, ha több diákot íratnának szüleik reálszakokra, mert hogy hiszen ott alakulnak ki azok a struktúrák, amelyeken az egész gondolkodásunk alapul. Ezt nyilatkozta nem régen. Hadd kérdezzem meg utolsó kérésként, marad-e az egyetemen, illetve hogy visszavonul a kutatásainak fog élni, az oktatásnak fog élni, marad-e az akadémiai körökön belül? Igen, Elsősorban na, a diákok miatt, hisz az, hogyha, hogyha az ember az egész életét a diákok között töltötte el, nehéz így, nem csak nehéz ott hagyni, hanem egy olyan lendületet ad az ember életébe, amely mondom én, hogy fiatalon tartja, és hát ezt a részét nagyon szeretném folytatni. Nyilván a kutató munkát is, amely háttérbe szorult a Most már az idő miatt, arra is lesz idő, de természetesen, hogyha valamilyen segítségre van szükség az egyetem szintjén, azt is nagy szeretettel folytatom. Dr. Sós Anna, még egy rektor helyettes asszonynak köszönöm szépen, hogy itt volt, és hát sok olyan fiatalt kívánok még a következő években, akik fiatalon tartsák, és akik inspirálják, és ön is inspirálja őket. Köszönöm szépen, hogy itt volt.